Levél a szőkenő anyjától. Kedves lányom, lassan írom levelem, mert tudom, hogy nem tudsz gyorsan olvasni. Már nem ott lakunk, ahol eddig, mert apád olvasta, hogy a legtöbb baleset az otthontól 20 kilométeres körzetben történik, úgyhogy elköltöztünk. A házszámot sajnos nem tudom megírni, mivel az előző lakók magukkal vitték, hogy ne kéne a címüket megváltoztatni. Nyilván ők is szőkék voltak. A múlt héten csak kétszer esett az eső. Egyszer három, egyszer meg négy napig. Elküldtem a kabátot, amit kértél, de apád szerint a gombok miatt túl nehéz lett volna a csomag, úgyhogy levágtam mindegyiket, és beletettem a kabát zsebébe. A nővérednek ma gyermeke született, de még nem tudjuk, fiú-e vagy lány, így azt se tudom megint, hogy nagynéni vagy nagybácsi lettél-e. Csókolj, szerető anyád! Utóirat. Akartam pénzt is tenni a borítékba, de már le volt zárva.